Hát az autó most érkezett, most még egybe van, és hát néhány perc múlva ott fog kihullani darabokban. Ez a vaskupac már tényleg a folyamat vége lesz, de mire ide eljutunk, még nagyon sok minden történik majd. Először is ahhoz, hogy kapjunk egy első képet, avagy benyomást a helyről, menjünk egy kört. Tényleg csak kapkodja itt a fejét az ember. Apropó fej, a védősisak ebben a metál labirintusban alapfelszerelés. Ez a perspektíva se rossz, de a levegőből nézve jön ki igazán, hogy tulajdonképpen bármilyen apokaliptikus, utopisztikus filmnek ideális helyszínéül szolgálhatna ez a hely, vagy éppen egy olyan fikciós regénynek, ahol mondjuk dinoszaurusz-szerű, fémevő fenevadak uralják a világot. Ez persze se nem filmdíszlet, se nem képzeletbeli regényhelyszín, hanem egy teljesen valóságos hely itt Magyarországon, Budapesten. Régen talán méhtelepnek mondták volna, de nem az. A hagyományos méhtelep ugyanis amellett, hogy begyűjti a hulladékot, maximum feldolgozza. Itt viszont a feldolgozás mellett képesek teljesen szét is szeparálni a vasat és a többi egyéb frakciót. Az italos alumínium dobozoktól kezdve a biciklin át, a mosógépig, lényegében mindenféle hulladékkal találkozhatunk itt, de a legnagyobb tételt az autóbontókból érkezett karosszéria lemezek adják. Előfordul, bár nem az a jellemző, hogy még egyben lévő járóképes autót hoznak ide, ám azért, hogy az elejétől a végéig részletesen be tudjuk mutatni a folyamatot, most egy ilyet kísérünk az utolsó útjára. Már be sem tudom kötni magam, nincs vele biztonsági. Itt veszélyes így bárhol letenni az autót, mert egy pillanat alatt... Egy pillanat alatt felkapják. Annyi neki. Én le vagyok döbbenve most. Ez a hegy itt mellettünk, ezt nem tudom, ez 1000-2000 autó biztos van. Hát olyasmi, ugye nagyjából nagyságrendileg 300 darab autót dolgozunk fel naponta. Azt. Most egyébként melyik évjárat van soron? Hát nagyon változó, ugye ez a Suzuki, amiben most ülünk, nem is tudom milyen évjáratú, de hát ilyen 20 éves körüli autók jönnek be. A legtöbb karosszéria már kibelezve, bontás után érkezik jellemzően konténerben. Ezek feldolgozása azonnal el is kezdődhet. A lábon érkezett autókon viszont előbb el kell végezni egy csomó előírt műveletet, leginkább kiszedni belőlük mindent, ami mozdítható, és leengedni minden folyadékot. Most egy ilyen autó hány darab, vagy hány féle alkatrészből áll? Soroljam, vas, színes fém, különböző színes fémek, alumínium réz, üveg, műanyag, szivacs, kárpit, gumi, kábelhulladék. És akkor jó esetben ezeket a végére mind szét tudjátok szeparálni. Ez teljesen. Egyébként a régebbi autók több fél alkatrészből állnak, mint az újabb? A régebbi autóknak magasabb volt a fémtartama. Aha. Az újabb autók már nagyon, nagyon nagy arányban tartalmaznak műanyag és különböző habosított anyagokat. Biztos mindenki eszébe jut, hogy tehát ide akkor én lekanyarodhatok az autómmal, hogy akkor oké, itt hagyom. Így van. Itt simán? Így, hát a tulajdonosnak kell, hogy érkezzen az autóval, itt kell, hogy legyen, igazolnia kell a tulajdonjogot, forgalmi engedély, törzskönyv, de regisztrált autóbontóként át tudjuk venni a magánszemélyektől a karosszéria hulladékot, jelenleg. És még, ti fizettek? Jelenleg még fizetünk érte, hát ez a jövőben biztos, hogy változni miért? Fog. Egyre több olyan összetevőt fog tartalmazni a karosszéria, ami már nem újra hasznosítható. Teljesen helytálló, tehát szlengesen vasnak nevezni a régebbi autókat,
volt bennük anyag. Ennek köszönhetően egyébként közel 95%-ban újra is hasznosíthatóak az alkatrészeik. Ez az arányszám a mai modernebb autóknál, ahogy hallottuk is, jóval alacsonyabb. Persze van az éremnek másik oldala is. Ma például már léteznek olyan műanyagok, amik amellett, hogy könnyűek, megfelelően strapabíróak is, így kisebb tömegűek lehetnek az autók, illetve nagyobb szériában, olcsóban is gyárthatók. Arról nem beszélve, hogy attól, hogy egy adott műanyag éppen nem újrahasznosítható, még azt is nézni kell, hogy az előállítása valószínűleg jóval kisebb energiafelhasználással jár, mint ha minden egyes alkatrész vaskohóban készült volna. És akkor lássuk, mi történik darálás előtt, avagy mi az a szárazra fektetés. Miután kikerült a motortérből minden mozdítható alkatrész és kikerült az akkumulátor, megemelik az autót és leengedik a még benne lévő folyadékot, az olajat, a benzint, a hűtővizet. Azért, hogy ne akkor repüljön majd ezer felé a szilánk, amikor megroppantják a karosszériát, ki kell szedni az ablakokat is, ehhez először lyukat ütnek az üvegen. Ide lehet? Nem egyszerű. Lámpát is? Meglepő, hogy a szélvédő az ilyen nehezen üthető be. Ez sem volt egyszerű. Lekerülnek végül a kerekek is, majd targonca viszi, ha úgy tetszik, az autó kibelezett tetemét a hatalmas karmokkal rendelkező monstrum elé, ami úgy roppantja össze a kis autót, mint egy emberi kéz egy papírpoharat. Atya ég! Úristen! Közben itt tudjuk nézegetni, hogy lökhárító, akkor féktárcsa, hát az autóknak a felni, a különböző alkatrészei, hűtő, dob, kipufogó dob, féktárcsák, futómű alkatrészek. Amúgy tök érdekes, hogy vannak azért nátok bicikli, tehát hogy például ilyen, hogy mosógép. Mosógép, tehát, így tehát, azzal is tök ugyanezt történik gyakran. Teljesen ugyanezt történik. Ugyanezzel a kalapácsos darálóval dolgozzuk fel. Hát én itt már, itt a márkákat nem ismerném föl. Hát, itt már nem is lehet. Az utolsó darálás előtti lépésben a gépkezelő eszméleten ügyességgel, mintha csak a saját meghosszabbított karját és ujjait használná, megfordítja az autót és kikapja belőle a benzintankot. Ezt azért fontos minden esetben megtenni, mert ha esetleg még maradna üzemanyag a tankban, az robbanást okozhatna a darálóban. Ez a művelet egyszerre lélegzett elállító és egy kicsit szívszaggató is, hisz valóban olyan, mintha az autó szívét szaggatnák ki a ledarálás előtt. Utoljára látjuk ilyen felismerhető formában szegényt, egészen a szívemhez jött ez a kis autó. Jaj. Ennyi volt. Ennyi. A gép, ami egyben lenyelte a karosszériát, az egész telep, ha maradunk a dinoszauruszos szörnyes analógiánál, legnagyobb fenevada, az úgynevezett kalapácsos daráló. Ahogy a nevében is benne van, tengelyre szerelt forgó kalapácsok zúzzák benne szét a hulladékot. A shreddernek is mondott gép lényege a levegőből nézve még jobban kijön. Az egyik oldalon bekerül a hulladék egyben, a másik oldalon pedig már ledarálva távozik. Ráadásul a géprendszer képes már egy elsőkörös szelektálást is végezni, azaz elválasztja a mágnesezhető hulladékot a nem mágnesezhető frakcióktól. A kalapácsos darálót nem sokára szemügyre vesszük közelebbről, avagy belülről is, de ha már itt fent vagyunk, érdemes még egy pillantást vetni az alattunk lévő, nincs erre jobb szó, arénára vagy küzdőtérre. Amikor így a hulladék kérdés előkerül, hogy mennyi hulladékot termelünk, meg keletkezik, azért mondjuk így ilyen helyeken válik így valóságosan. És kézzelfoghatóvá. Itt mondtál 400 tonnát. 4-500 tonnát dolgozunk per nap. És akkor abból egy autó, az kb. 1 tonna. Csak ezzel a géppel. Csak ezzel a géppel 4-500 tonnát. Tehát nem beszéltünk még a többi
gépről. A kalapácsos darálóna vagy a shredderen kívül még egy nagy feldolgozó gép található itt, ez az úgynevezett hidraulikus daraboló olló, ami feldarabolja a fémet. A gépbe csak olyan hulladék kerül, ami biztosan nem tartalmaz a vason kívül mást, meg persze azok a nagyobb, masszívabb darabok, például ez a kiselejtezett fémkonténer, amiket a kalapácsos daráló nem képes megenni. A hidraulikus daraboló olló által feldolgozott anyag vaskohóba kerül, ahol aztán beolvasztják. Az arénában három daru dolgozik folyamatosan, egy a kalapácsos darálót, egy az ollóprést pakolja, a harmadik pedig tulajdonképpen a másik kettő keze alá dolgozik, avagy előszelektálja a hulladékhegyet. Illetve ha kell, takarít is, egészen bámulatos volt látni, ahogy egy gigantikus drótkefével feltakarította a placot azért, hogy az éppen érkező teherautó be tudja borítani a rakományát, ezt a hatalmas hordóhegyet. Időközben megkezdődött a kalapácsos daráló rendes napi takarítása, így meg tudjuk nézni a szörnyet belülről. Ezen a kapun üzemközben természetesen nem lehetne belépni. Hát ez menet közben ugye teljesen le van zárva, itt érkezik be a hulladék, és ahogy érkezik be, ugye ez ebbe az irányba pörög, és veri szét a hulladékot. Hogy ez egy olyan 30 perce már áll, de még mindig meleg van. Még mindig meleg, ugye hát itt a fém. És hogy így, jó, egy kicsit így meg tudjuk mozdítani. Igen. De nagyon nem mozdok, mert beesek oda alá, aztán ez a durva. Szóval így van elképzelés, hogy mi lehet itt, amikor ez le van csukva. Nagyon nagy energia van itt. És akkor azt látom, hogy egyébként ennek a háznak a burkolata is nyilván cserére szorul gyakran. Igen, ezeket folyamatosan cseréljük, ezeket a kopólemezeket. Ugye ez az arra a célt szolgálja, hogy a magát a házat megvédje. És ugye itt az őrlőtérből erre a rázóasztalra esik a darált hulladék, és ezzel a kihordó szallaga megy tovább. És akkor többfelé is így mennek itt a szalagok? Így van, többfelé mennek a szalagok. Ugye itt még különböző mágnesdobok, meg milyen elszívók vannak beépítve a rendszerbe. A takarítás végeztével a gép fedelét lezárják és folytatódik a munka. A darálás után tehát egy vegyes hulladék folyam keletkezik. A könnyebb frakciósúlyú hulladékot, a textét, a szivacsot, a fóliát elszívókkal szedik ki. Ez az a hulladékrész, amivel a továbbiakban nem történik itt semmi, lerakóba vagy égetőbe kerül. A nehezebb frakciósúlyú hulladék ez alá a menet közben nagy sebességgel forgó mágnesdob alá kerül. Amit a mágnesdob nem kap fel, az alumínium, a gumi, a műanyag, a réz oldalt távozik a rendszerből, a mágneshezhető részek pedig javarészt a vas, a már korábban megismert kupacra kerülnek. Talán épp a kis piros autó maradványait tartjuk most a kezünkben. Ez nagyon meleg. Ez közvetlenül az őrlőtérből. Ezt alig tudom tartani. Ez most esett ki? Ez most esett ki. Na most kezd szülni. Ennyi marad egy karosszériából. A vaskupacot a munkagép a vagonba pakolja, a vagonok pedig kóhókba viszik az anyagot beolvasztásra. Ha ez itt a mai napi adag, akkor a vagonokban 200-300 autó látható most ledarálva. A lényeg itt tehát a vas, ennek az útját végigvettük, de érdemes megnézni, mi lesz a darálóban keletkezett nem mágnesezhető hulladék sorsa, ezek ugyanis szétválogatva szintén újraértékesíthetők és újra hasznosíthatók lesznek. Ezek a nem mágnesezhető frakciók, ugye ez egy egyszerű dobrosta, itt különböző frakcióra, azaz szemcse méretre választjuk szét a hulladékot. Az mit jelent, hogy egyszerű dobrosta? Tehát, hogy a lyukak vannak a magán a rostán? Így van, és akkor egyszerűen gravitáció elvén működően, ugye annál a lyuk méretnél ugye esik ki. Hulladék kiesik. Ott a legkisebb, itt erre egy. Ott pedig a legnagyobb, így van. Erre azért van szükség, hogy a további feldolgozás minél optimálisabban tudjuk megcsinálni az örvényáramú szaparátorral és az optikai válogató berendezésünkkel. Amikor 10 évvel jönnek ide autók be, akkor sokkal kevesebb lesz majd, amit mágnesezni fogtok, így és van. Sokkal több lesz az, ami nem mágneshezhető, és ennek is inkább sokkal nagyobb aránya lesz a műanyag és a különböző habosított dolgok. És ha egy 20 évet visszaugrunk mondjuk az időbe, gondoljunk bele, hogy akkor egy zsigulinak a lökhárítója az ugye nem műanyagból volt. Volt anyag az autókban. Mondjuk a mostaniak, mert még el lehet mondani, hogy
hogy például az elektromosoknál nagyon sokra azt mondják, hogy újrahasznosított műanyagból vannak a műanyag alkatrészek, de akkor elvileg az újrahasznosított műanyag már lehet, hogy még egyszer nem hasznosítható. Nagyon kis arányban, sokkal kisebb arányban, mint a vas és fém hulladékok esetében. Sokkal-sokkal kisebb arányban. Akkor lehet, hogy itt 10 év múlva egy jóval nagyobb gép lesz ebből, és egy jóval kisebb mágnes. Elképzelhető. Nem sokára megnézzük, hogyan szelektálják még tovább a dobrostáról lekerült hulladékot, ám van még egy érdekes helyszín, itt zajlik azon fémhulladékok darabolása, avagy lángvágózása, amiket a korábban látott két nagy feldolgozógép egyike sem volt képes kezelni. Pokol legmélyebb bugyra, nem? Így van. Itt dolgozzuk fel azokat az anyagokat, amiket ugye darálással, illetve darabolással a daraboló ólóval nem tudunk felvágni, tehát anyagvastagságból adódóan itt ugye lángvágással történik a anyagfeldolgozás. Lehet, hogy nem tartozik szorosan hozzá, de nagyon jól néz ki. És nem tartozik szorosan a fősodorhoz, de muszáj pár gondolatot ejteni a logisztikáról is. A több száz autókarosszéria és a több tonna egyéb fémhulladék feldolgozásához rengeteg gékkel, ezek látszólag rendszer nélkül folyamatosan jönnek-mennek a területen. Fentől nézve viszont egyértelművé válik, hogy olyan az egész, mint egy nyüzsgő, de jól szervezett hangyaboly, vagy egy terepasztal sok-sok géppel. És tulajdonképpen ide tartozik az is, hogy egy olyan helyen, ahol hulladékkal dolgoznak és ahol ennyi gép van, azt hihetnénk, hogy egy világos cipő a nap végére nagyon megsínli, de nem. A pormentesítésről egyrészt gondoskodik a kalapácsos daráló feletti elszívórendszer, másrészt a munkagépek is folyamatosan takarítanak. A darut már láttuk sepregetni, az utakat pedig targoncák takarítják ilyen mobil felkapható drótkefékkel. Na és akkor végül lássuk, mi vár még a dobrostáról lekerült, méretre válogatott hulladékra. Hogyha van legvége a folyamatnak, akkor végül is ez az. Itt már a kis autót, azt már nem tudnám felismerni. Igen, itt vagyunk a folyamat legvégén. Itt van egy örvényáramú szeparátorunk, illetve optikai válogató berendezésünk. Alumínium. Menjünk be és nézzük meg. Ez speciál saváló, már a súlyából is meg lehet. Gondoltam, hogy egyet kiveszek végre, tuti eltalálom. Nem. De közel volt? Közel volt. Jó. Akkor itt bent, hát nem tudom, mit fogunk majd hallani. Hát elárulom, nem sokat, de egy ilyen izgalmas nevű gép miatt bármilyen zaj megéri. Azt hiszem, a híres pompom mese órarugó gerincű felpattanója kihívót kapott az örvény áramú szeparátorral. Nagyon erős mágneses tér van, és a vezető anyagokat, tehát a fémeket, azokat az erős mágneses tér hatására eltaszítja, ellöki, amik pedig ugye nem vezetők, azok leesnek. Jelen esetben ugye a műanyag meg a gumi. Ez ugyanaz? Ez ugyanaz, csak kisebb frakcióméret. Ez a 1260-as frakcióméret, ez pedig a 60 pluszos. Mert ezutána még tovább megy az optikai válogató berendezésre. És akkor ezért kellett a... Ezért kell a dobrostal. Ezek a kisebb frakciók korábban lerakóba kerültek volna, ám a multiszenzoros optikai válogatónak köszönhetően képesek még a szemmel is alig láthatóan apró frakciókat is kiszelektálni itt. A titok egyrésztről a szalagba épített fémérzékelő, másrészt azok a kamerák, amik folyamatosan pásztázzák az érkező hulladékot, a kamerák képe alapján és a beállításoknak megfelelően sűrített levegős fúvókák fújják aztán el a kívánt anyagot. Az udvaron aztán minden végső soron keletkezett anyagot külön-külön tárolókban tárolnak, innen pakolják ezeket a munkagépek kamionokra, a jól megtömött kamion pedig viszi a szétválogatott hulladékot a rendeltetéseire. Döbbenetes látni, hogy autóból indultunk, és ez az belőle. Nagyon, tehát utána felismerhetetlen alkatrészek, de azért néha felismerhető. Jó. Ennyi lett egy autóból. A videóm a Müggu támogatásával készült.